Az alapszerződés, melyet a felek 2010. november 16-án írtak alá, arról szól, hogy az építkezés 19 hónapig tart. A Kossuth tér felújításáról van szó, melynél a 19 hónap már akkor több lakó számára is indokolatlanul soknak tűnt, hiszen egy 8000 négyzetméteres területről van szó. Azóta a minisztérium meghosszabbította a kivitelező az Eurobuilding cég szerződését július 30-áig. Közben az történt, én sem értem miért, hogy a munkálatok nem az időrend szerint zajlottak. Természetesen, ha van egy fő beszállító, de a munkát valójában az alvállalkozók végzik, akkor én, aki a várost képviselem, de egyben lakosként is, azt láttuk, hogy az elmúlt évben milyen kevesen dolgoztak itt. Hiszen a munka mennyisége szempontjából többet kellett volna. Szkeptikus vagyok, hogy ezt meg lehet-e csinálni, vagy sem. A körülbelül 1,5 millió euróba kerülő építkezésnek már a vége felé kéne tartania. A város szerint a teljes finanszírozás összegéből nem egész 50%-ot költöttek el, és a befejezésre egy hónap maradt. Nem tudom, hogy nem a fele-e. Ha körbenéznek, láthatják, hogy maga a parkoló 4500 négyzetméter, már csak 600 négyzetméter hiányzik. Ezek műszaki dolgok. A szökőkút, az acélkonstrukció kivitelezése, ez mind pénzbe kerül. A július 30-i dátumot tartjuk, még lerakásra vár a talajcsempe, a szökőkút és az acélszerkezet. A felújítási munkálatok elhúzódásának állítólag megvannak az okai. Az egyik, hogy gyakorlatilag az összes munkálatot az alvállalkozók végzik, és nem a főbeszállító, az Eurobuilding. Ezt a törvény nem tiltja még akkor sem, ha a Kossuth tér esetében a munkálatok emiatt lényegesen lelassultak. Én a negyedik hónaptól kezdve vagyok megbízva, úgyhogy arról mi zajlott itt azelőtt, fogalmam sincs. A cégnek szerződése van arról, hány munkást kell alkalmazni. Ahogy önök is megrendelik az operatőrt, ha egy filmet kell forgatni, úgy mi is megrendeljük a munkásokat, és aztán, ha csak hárman, négyen jönnek el, akkor levonjuk a következtetéseket. Én beírtam az építkezési naplóba, hányan dolgoznak itt. Erről többet ne kérdezzenek, mert nem fogok válaszolni. Nem mondok többet. Mindent elmondtam, amit tudtam. Az építkezésen újabb ellenőrzés zajlott, de az Eurobuilding cég képviselői nélkül. Állítólag egy minisztériumi ellenőrzés zajlott egy másik építkezésen. A cég más építkezéseken is csúszásokat okozott, hiszen későn fejezte be a munkálatokat, például a komáromi sportcsarnok felújításánál is, de más építkezések tekintetében Szlovákia más városaiban is. El kell még mondanom, hogy az ellenőrzésekre, melyekre azelőtt minden hónapban sor került, az utóbbi időben pedig már hetente a főbeszállító képviselői sosem jöttek el. Sőt, az építkezés vezetője sincs itt, csak a megbízott személy, aki azonban nem tud érdemben mindenről nyilatkozni. A hét végéig, ha szeretnék az időpontot tartani, körülbelül 50 000 eurónyi munkát kéne elvégezniük. Az építés vezető szerint az elmúlt hetekben ez csak 10 000 euró volt. Ezért is mondom, hogy szkeptikus vagyok, be lehet-e fejezni a munkát. Ha lesz elég ember, építőanyag és megfelelő időjárás, lehet, hogy sikerülhet. De én attól tartok, hogy nem sikerül. A város számára ez nagyon bonyolult ügy, méghozzá azért, mert ha nem lesz befejezve, az Európai Uniós támogatások elúszhatnak, és ez azt jelenti, hogy 1 450 000 eurót veszíthetünk. Ez pedig nagyon komoly dolog, amit egy elhúzódó bírósági eljárás követne, és ez az egész átépítést blokkolná. Mindez sok kellemetlenséggel járna a város, a lakosok, vagyis mindenki számára.